Nem kezdte jól a hétvégi bajnoki mérkőzést a Dépase labdarúgó csapata, ugyanis már a 8. percben megszerezte a vezetést a Sziget-Szent Miklós együttese. Sőt, a dunaújvárosiak védőjét, Kocsis Gábort a 35. percben kiállította a játékvezető. Nem sokkal később a zord időjárási körülmények miatt a bíró felfüggesztette a mérkőzést. A találkozó 45 perc várakozás után folytatódott. A második félidő elején Takács újabb góljával már 2-vel vezettek a hazaiak. A hátralévő időben rákapcsoltak ugyan a vendégek, de már csak a szépítésre futotta. A Dépase szerdai sajtótájékoztatóján Dobos Barna csalódottan értékelt. A mérkőzésnek a kulcsait az volt véleményem szerint, hogy olyan nagy egyéni hibákat követtünk el többen, ami miatt kaptuk ezt a két gólt, és ezt nem tudtuk már megoldani utána ezt a feladatot, hogy megfordítsuk. Az NB2 27. fordulójában a Dépase hazai pályán fogadja a Kozár Michelin együttesét. A Baranya megyei alakulat a 15. helyet foglalja el a tabellán, így mindenképpen a hazai csapat számít a mérkőzés esélyesének. A csapatkapitány Bőr Zoltán elmondta, mindenképpen szeretnének úgy játszani, hogy megmutassák a kilátogató nézőknek, nem véletlenül állnak a dobogón. Bátor játékot várok a csapattól, egy olyan játékot szeretnék én a pályán látni, ami azt mutatja, hogy miért is vagyunk ott a második helyen. Egy fantasztikus dolog, hogy ott vagyunk, és a feljutás küszöbén állunk, és ez hatalmas önbizalmat kellene, hogy adjon. Én remélem, hogy ez a hét ez arról fog szólni, hogy előtetjük magunkba ezt az érzést, hogy mi a második helyen vagyunk, az ellenfél pedig a kieséssel küzd, és ez majd világosan fog látszani a pályán, hogy nekünk hol a helyünk. Dobosban a sportigazgató csapata remek helyzetben van, hiszen rajtuk múlik, feljutnak-e a magyar első osztályba, vagy sem. A bajnokságból már csak 4 fordulóval hátra, így a feljutás szempontjából minden pont kiemelt jelentőséggel bír. 5 pont előnyünk van a harmadik helyzettel szemben, és 6 a negyedik helyzettel szemben. Úgyhogy más célunk nem lehet ilyen tekintetben, mint hogy nyerjük meg a hétvégi mérkőzést, ami természetesen nagyon nehéz lesz, hiszen nagy tétje van számunkra. Mert egy győzelemmel lehet, hogy olyan előnyt szerzünk, ami már mondhatjuk azt, hogy behozhatatlan a többi csapat számára. A Kozár Michelin elleni mérkőzés május 10-én 17:30 perckor kezdődik a Dunaújvárosi stadionban.